Előreláthatóan két héten belül befejeződnek a Fáy utcai útfelújítási munkálatok. A kivitelező szerint már csak apróbb finomítások vannak hátra. Fáy András utcának a felújítási munkáinak a vége fele közeledünk. Múlt héten elkészült az aszfalt burkolatnak a cseréje, tehát a munka dandárja az megvalósult. Ez az utca ugye 450 méter hosszban újul meg, nagyjából 6 méter átlag szélességben. Ez azt jelenti, hogy durván ilyen 2800 négyzetméter felületen kap új aszfalt koporréteget. Több helyen kicseréltük a sérült elégtelen alépítményt, szakaszosan nagyjából 300 méter hosszban kijavítottuk a sérült szegélyeket. Amit most látok, egy olyan állapot, hogy nagyjából az utcában levő egy nagyjából 60 darab aknának a szintbeemelési munkái zajlanak. Ez úgy hozzávetőleg másfél-két hetet vesz még igénybe, amikor teljesen használatba vehetik a forgalmat. A kivitelezési munkákat igyekeztünk, meg most is igyekszünk úgy kivitelezni, hogy a lehető legkevésbé zavarja a forgalmat, nyilván kisebb akadályokat képez, ezért köszönjük is a türelmet a lakóknak, de ugye a cél az közös, mert a végeredményen ők fognak használni egy kényelmesebb, komfortosabb utcát. A befejező munkálatok nem igényelnek gépi erőt, így ezeket már kisebb brigádok végzik majd. Most jelen pillanatban egy ötfős brigáddal fejezzük be a munkákat. Egyébként volt itt olyan momentum, amikor szinte a teljes kész Kft. Legénységeit dolgozott, ez nagyjából fizikai állományban nézve közel 30 fő sürget forgott itt az utca kivitelezése alatt, volt három ilyen nap. Ezek után most már nem nagyon lesz zaj, tehát a bontási munkákat elvégeztük, innentől már csak szinte emberi erővel végezzük a dolgokat. A kihívásokkal teli munka neheze már elkészült, az apróbb munkafolyamatokkal pedig hamar haladnak majd. A legnagyobb nehézséget az okozta, hogy itt a benti lakóépületekhez a megközelítés csak innen oldható meg, viszont a marás, illetve az gépi aszfaltozási munkákhoz muszáj volt a teljes forgalom kizárása. Ez okozhatott egy kis kényelmetlenséget a lakóknak, de azt gondolom, hogy ez izzökkenőmentesen zajlott, és nagyon türelmesek voltak az itt lakók. Folyamatban a Nádasdy utcának a teljes burkolat felújítása, alépítménycserével, járda felújítással, illetve ami még ez mellett megvalósul a Vasvári Pál utcának a burkolat felújítása, amik még itt az ősz folyamán elkészülnek. A keretszerződésben 6 utcaszakasz felújítása szerepelt, ennek egy része a hamarosan megvalósuló Fáy lakótelep melletti.